A Borsodabaui Zemplén megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, ahogy minden évben 2016-ban is kiemelt hangsúlyt fektetett a megelőzésre és a lakosság tájékoztatására. A SZERV a legnagyobb eredményt a szabadtéri tüzek számának csökkenésében érte el tavaly, amely a preventív hatósági tevékenységnek és a mentő tűzvédelemben résztvevők összehangolt munkájának köszönhető. Ilyen jellegű tűz miatt 2016-ban összesen 459 alkalommal avatkoztak be a hivatásos tűzoltó egységek, ami a 2015 évi adatokhoz képest 734 esettel kevesebbet jelent. Azt gondolom, hogy összességében talán a tűzoltási műszaki mentési terület az, ami a legnagyobb sikert ért el, hiszen azok a külterületi tűzeset számok, amelyek az előző évhez képest is jelentős mértékben csökkentek 2016-ban, a bázis évnek tekintett 2012-t, amikor rekordmennyiségben fordultak elő ezek a külterületi tűzesemények, közel 4000 darab ilyen volt, az a tavalyi évben 587-re mérséklődött. Nagyon komoly hatósági, megelőző, figyelemfelhívó és olyan szankcionálási tevékenységnek köszönhető ez az eredmény, amelynek eredményeként jelentősen csökkentek a gondozatlan, ápolatlan területek, illetve azok a területek, amelyek ilyenkor hajlamosabbak a tűzre. A 2000 négyzetméter sugarú körben a környék lezárva. A műszaki mentések mellett a másik kiemelt szakterületük az iparbiztonság, hiszen az üzemek területén bekövetkezett veszélyes anyagokat érintő eseményszámok is jelentősen csökkentek. Azzal együtt, hogy közel megduplázták a közúti és vasúti veszélyes anyagszállítás ellenőrzéseket, nagyon ritkán fordul elő olyan helyzet, ahol nekik iparbiztonságilag, hatóságilag is be kell avatkozniuk. Ez is azt mutatja, hogy egyre inkább javul a szállítási fegyelem, és a szállítmányozók is a biztonságra törekszenek. Lipták Attila tűzoltó dandártábornok elmondta, hogy a legfontosabb céljuk az, hogy az elért eredményeket megtartsák, és ahol lehet, ezeket még javítsák. Éppen ezért kimondottan arra koncentrálnak, hogy az önkéntesség tovább tudjon fejlődni a megyében. Létjogosultságát már bebizonyította az önkéntes tűzoltó egyesület, vagy akár a települési, valamint járási mentőcsoportok. A megyében jelenleg 133 települési mentőcsoport áll készen 1300 fővel, hogy szükség esetén segítséget nyújtson. A dandártábornok szerint, ami még nagyon fontos, hogy le tudják csökkenteni a nagyszámú szénmonoxid mérgezések és kéménytüzek számát, hiszen a legtöbb esetben ezek halálos kimenetelűek.